Üdvözlöm az arcképmás nézőit! A mai alkalommal ismét egy kárpátaljai büszkeséget szeretnék kicsit közelebb hozni magunkhoz. Vejróh Katalin, Kárpátalja gyermekírója, kinek célja, hogy megszerettesse a gyerekekkel az irodalmat, megmutassa nekik az olvasás örömét. Egy élő tananyag. Munkácsi Mihály életműdíj, a Magyar Kultúra Lovagja, Kovács Vilmos nívódíj. Az idejükért cserébe ma is értékes gondolatokat kapnak majd. Ahhoz, hogy jó gyerekíró legyen az ember, ahhoz meg kell őriznünk magunkban a gyermeket? Feltétlenül, ennélkül hogy lehetne? Nekem a legtöbbet segített ebben, hogy gyerekkönyvtárnak voltam az alkalmazottja, dolgozója, később a vezetője. Hát ott aztán volt alkalmam a gyerekekkel együtt lenni naphosszat, és tanulmányozni a viselkedésüket, a változásukat, mert az én gyerekkorom, meg ez a gyerekkor az olyan fényi évnyi távolságra van egymással tol mindenképpen, és sajnos ez néha le is szűrődik, de mindegy, ez nem jelenti azt, hogy a gyerekek most is nem gyerekek. Nagyon kell szeretni a gyerekeket. És akkor meg tudja az ember őrizni. A gyerekek megérzik, ki az, aki szereti őket, kitől tudnak tanulni, kivel lehet játszani, kivel lehet mókázni. Egyáltalán nekem a pályaválasztásom valahogy úgy összecsengett mindig a hivatásommal. És az Isten mindig azt áldja meg az emberbe, ha a hivatása szerint dolgozik. Én ezt éreztem folyamatosan. Hát ugye, hogy kezdtem írni, ezt már többször elmondtam, nem ismétlem önmagamat. Viszont egyet talán nem mondtam el. Ha megszületett egy-egy vers, én soha nem voltam benne biztos, hogy jót írtam, vagy nem. És akkor fogtam, mentem az órára az iskolába, a gyerekekkel ugye kezemen a bábuk eljátszottuk az adott óra témáját, és akkor, na itt is benne vagyok a gyerekség, hát én báboztam nekik, és azokra emlékeznek a mai napig, ha találkozunk ilyen felnőtt emberek, csókolom, Katinén, tetszik emlékezni a báb, hogy ne emlékeznék, te rád ugyanannyira nem, mert akkor kicsi voltál, most meg nagy, és akkor elvittem magammal a verseket, amit újonnan írtam. És az volt az órának a habja, tejszín hab, felvert hab, hogy én elolvastam egy-egy új versemet, de ez nem jelentett volna semmit. Itt arról szólt, hogy ti mondjátok meg, tetszik vagy nem tetszik. Mert ha tetszett, érdemes volt megírni. Azt mondják, hogy nagyon jó pedagógus lettem volna. Lehet, nem tudom. Volt egy osztály, ahol akkor nagyon sok gyerek volt, 30 gyerek körülbelül, vagy több, és egy rettenetesen rossz kisfiú. Embertelenül. Tehát se a tanítónéni nem bírt, senki. Ami rosszat lehet elkövetni, azt ő elkövette, ugrált, kiabált, akár tetszett, beleszólt, minden rosszat csinált. Hát zavart őszintén, és akkor egy napon elmentem, és mondtam, te Zsoli, volna nekem egy kérésem hozzád. Hát a Zsolti kimeresztett a szemét hozzá, mondom, igen. Nem lennél szíves segíteni nekem az órákon? Én? Te? És mit csináljak? Hát mondom, kijössz ide mellém, fogod nézni, amíg én mondom a magamét, te a gyerekeket figyeled, és a táblára felírod annak a nevét, aki rendetlenkedik. Majd az óra végén ezt megbeszéljük. Az én Zsoltim kijött, és attól kezdve aranygyerek lett. Tehát meg kell találni azt az utat a gyerekek szívéhez, eszéhez, amin el lehet hozzájuk jutni, és akkor nagyon jó barátságba keveredhetünk. Milyen gyerek volt Kati néni? Rossz. Maradjunk röviden ebben, rossz, de viszont abban az időben, mikor én gyerek voltam, olyan, hogy hittan, hát ugye az nem volt egyáltalán, én annyit tudtam Istenről, hittanról, amit anyukám nagy nehézségek árán
olvasott nekem a Bibliából, amit én halálosan untam, én őszinte leszek, halálosan untam. Hát vagy elaludtam, vagy rosszalkodtam, vagy közben valamit egyebet csináltam, és mostanában arra gondolok, édesanyám, nem tudom, hol vagy. De köszönöm a hitemet. Mert onnan indul. A hit éltet, nekem a hit borzasztóan fontos. Tehát ez, ha nem volna kenyerem egy nap, talán átvészelném azt a napot. De hit nélkül nem. Ez csak olyan érdekes példa, leülök írni a géphez. Tudom, úgy körülbelül körvonalazódik bennem, hogy na miről is akarok írni. És nézzük egymást a géppel. Ő üres, kék tekintettel néz rám, és én meg reménykedve. És akkor mondom, hogy Jézusom, segíts. Nélküled nem megy. Ülök én itt, de nem megy. Segíts, kérlek. Na most ez a csoda. Azt mondják, hogy az ima nem segít. Hát akkor nem volna ennyi csoda a következő percekben egy-egy ima után. Míg én imádkozom, érdekes módon a kezem már jár. És egyszer felnézek a gépre, és már meg van írva egy oldalnyi. Gondolom az, amit én szerettem volna. Gépen ír, Kati néni? Gépen írok. Csak azon tudok dolgozni. Milyen gép most? Számítógépre beszélünk? Laptopon. Vagy? Hát laptopon. Azon dolgozok, csak azon. Régen kézzel írtam, de azt már nagyon rég elfelejtettem. Ez remek, mert ugye erre helyben javíthatok, változtathatok, cserélhetek, szóval úgy megtanultam a kezem. Internetem az nincs, ezt bevallom férfiasan. Nincs, más mondja, hogy jaj, láttak, igen, jaj, de jó, örülök. Te is láttad, én nem, mert nekem nincs. Na de hát, ez, hát és akkor nem is tudod, mit mond, hogyan tudnám. Na de nem nézed, akkor benézek a tükörbe, látom én ott magam. Hát most akkor mire nekem? Nem, én sajnálom az időt, borzasztó gonosz vagyok az internetre. Én azt a hány betű van a magyar ABC-be, 32, én azt nem cserélem fel semmivel, mert amíg élek, úgyse jutok a végére soha, hogy elolvassak mindent azzal a 32 betűvel. Isten őriz. Egyébként ez nagyon becsületre méltó, hogy a technika a vívmányaival halad előre, Kati néni, és hát akkor igen, a papírt hát igen, hát az ember így... Hogy is mondjam, legalább lassítja az öregedést, és az esze dolgozik. Hál' Istennek ezzel a kettővel nincs gondom. Valahol olvastam, vagy hallottam, hogyha egy könyvet egyszer elolvasunk, hát annyit jelent, hogy él az az anyag. De hogyha kétszer, akkor megmarad. És ha háromszor, akkor különösen megmarad. Tehát nagyon sokat jelentenek egy-egy verseim, azok, amelyek élnek, melyet mondanak templomokba, mert hát én nagyon sok ilyet is írtam. Amellett, hogy megzenésítették most megint, mert már a Krédó könyvbe is kiadta, viszont ez a garabonciás együttes, hát ennek meg különösen örülök, hogy ők is megtaláltak engem, és most már lesznek énekek. Dolgozok, amennyit csak tudok, amennyire ad erőt a Jóisten, és minden nap azt kérem, csak egy napot adj. Csak egyet. Ha ma elmúlt, ha holnap adsz nekem egyet, és te ott vagy benne, akkor én már nyertem. És ez a nap valahogy mindig ugye eljött még eddig. Hogyan lehet mindig megújulni a gyerek versekben, mesékben? Meg kell látni az újat benne, a szépet, a különöset. Hallgatni kell a rádiót. Egy kis madár ült Törökországban, Ankarában fán, és ott álltak a repülőgépek, és ő kiválasztott egy gépet, hogy na, akkor ő most bemegy és elutazik. És én elutazott Bécsbe. Könyörgöm, ezt nem meg kell írni. Hát ez egy világjáró kis madár. Ez a fajta világlátás, hogy mindenben meglátni a gyermekit, a mesést, vagy a, hát a gyerekekre gondolok, akkor mindig a világ szebb oldala jut eszembe. Mindig inkább a nevetés és a boldogság, és hogyha gyerek szemmel, vagy úgy nézem a világot a gyerek szemmel is, vagy mi az, ami a gyereknek ebből mesés, az segít túl lenni az élet. Segít. Én a gyerekekben a lehetőséget látom mindig, hogy ki lehet belőle,
kivé válik. Nagyon-nagyon érdekes dolog ezt felfedezni, és van rá példa, precedens, hogy tudom követni az útjukat. Ez olyan boldogító érzés. Az nem mikor csalódom, mert az is sajnos előfordul, és sokat. Egy példát, húsvét volt, ott voltam Magyarországon. Elindultam a fiamékhoz, a családhoz reggelire, ugye húsvét vasárnap, boldogan kimentem, első emeleten lakom, kimentem a földszintre, három szép szál fiú állott, és úgy bagóznak, mint a gyárkemény, de ez még egy kisebb gond, de a csikkeket ott haigálták. Szia, mondom, fiúk, sziasztok. Elsősorban soha nem kiabálok, soha. Nem emelem fel a hangomat, köszönök neki. Még soha nem volt, hogy ne válaszoltak volna, és abban a pillanatban ne lettek volna mások. Csókolom. Na, gyerekek, hát miért szemeteltek? Épp ma húsvétkor. Na ne, ma húsvét van. Ez volt az első szívenütés. Hát én alig kaptam levegőt, mondom, ilyen fiúk, ma húsvét van, és Krisztus feltámadt. Erre szoktak mondani valamit. Mondom, szoktak azt, hogy valóban feltámadt. Tudjátok mondani? Nem szoktuk, de mondom, most tudjátok. Hárman egyszerre mondták. Hogy elért hozzájuk? Nem, de legalább már valami. Hát, fiatal, tényleg. Na, de neki is van anyukája. Hát mire tanították meg? Vagy hol a hit? Hát ezért vágyom haza. Haza, ide, mert itt még igen, szegénység van, rengeteg probléma van, baj van, de az emberek megmaradtak azoknak, akik voltunk. Itt még él a hit. Olyan jó bemenni a templomba, és látni az arcokat, azokat, akiket mindig is ott látok. Csak és arra kérem a Jóisten, csak ne fogyatkozzunk, ne fogyatkozzunk. Hát a jó Isten velünk volt 1000 évig kereszténység ide alatt, itt Kárpátalján. Hát maradjon meg, hadd legyen meg. Hagyjanak nyelvet nekünk, hagyjanak templomot, iskolát. Ez a én legnagyobb vágyam, és ezért nap mint nap imádkozom. Szomorú a május, a tavaszt vádolja, langyos eső helyett jég, majd magát okolja. Naptár tévesztettem? Ez így nem maradhat. Inkább elbújdosom. Na de a madarak, a sok virágzó fa. Lesz-e majd cseresznye? Rubinpiros eper gyerekek kedvence. Mi lesz a mezőkkel, kertekkel, rétekkel, elvetett magokban elindult élettel? Hol vannak a lepkék, a zümmögő méhek? Fákról, virágokról nem gyűjtenek mézet, s amíg nincs madárdal, bogár, virágillat, nem hallja senki hangját a májusnak. Restelkedve hallgat a 100 éves naptár, fogjon össze meleg, kék ég, meg napsugár, legyen tavasz, s gólyák, fecskék, fészketekbe, hívjátok meg májust fióka nézőbe. Kati néninek már valahol missziója is az, hogy a gyerekekhez közelebb vigyük az irodalmat is, az olvasás örömét is, és nagyon nagy energiát fektet abba, hogy meglátogasson iskolákat, akár óvodákat is, és találkozzon a gyerekekkel is, és így személyesebb kapcsolatot alakítson ki köztük. Ezzel kapcsolatban muszáj vagyok elmondani egy történetet. Ez is Kisvárda, mű és egy szakközépiskola. Na most, hát főleg cigány lakosság van nagy mértékben sok Várnán, és a gyerekek annak örülök, hogy tanulnak, hogy járnak ide. Na most ebben az osztályban volt 3 lány, a többi fiú. Volt olyan, aki az első sorba ült, körülbelül 46-os lába volt, ezt onnan tudom, mert ki volt nyújtva előre. Én úgy átbotorkáltam rajta, szájába rágógumú, szép nagy lufikat fújt, csámcsogott. Na hát mondtam, ez fogja meghallgatni, érdekes lesz, de ha nem vernek meg, akkor még jól is járok. No, és akkor elkezdődött az óra, és van egy könyvem, ami nem régen jelent meg, az Öcsi titkos naplója. És elkezdtem olvasgatni,
És elsősorban ezzel a fiúval akartam valahogy rendezni a dolgaimat. Mondom, jaj, gyönyörű ezek a lufik, amiket fújsz. Te, ha belehalnék, nem tudnék ilyet fújni. Majd a végén utána lemegy az óra, megtanítasz? Azt mondtam meg, jó, mondom, akkor most hagyd abba, légy szíves, mert egy kicsit szavar. Egy szóválasz nem volt, lufizás, nugu tovább, ment az óra. A lényeg, hogy ez a fiú, aki, hát szóval úgy látszott, hogy a háttér minden úgy látszott rajta, egyszer csak így felegyenesedett, mert addig ugye elfeküdve feküdt, felegyenesedett, és kezdett rám nézni. Nézett, és egyszer látom, hogy a fiúnak könnyes a szeme, mint most nekem. Na és akkor ez a gyermek, és a többi is néma csenddel ülték végig az órát, és utána, amikor vége volt, felállt ez a legény, már a lába régbe volt húzva, és azt mondta, hogy köszönjük, mikor tetszik jönni legközelebb. Nem egész hónap múlva újra meghívtak, ugyanide, és ez a fiú azt mondta, hogy magának meg igaza volt, mert tényleg olvasni kell, mondtam, hajrá, és a könyvet újra elővettük, és végig böngésztük, és tetszett, és ez a nagy darab fiú, ez egy gyönyörű csokorvirággal köszöntött. Hatalmas, fekete legény, és oda, és mikor elvettem, megpuszíltam, és az igazgató majdnem kiesett, mert ilyet még nyilván nem láttak. Na hát ilyen élmények adják meg az embernek azt, hogyha rosszul érzi magát is, vagy nem, elmegyek ott a helyen. Nekem menni kell, beszélni kell a gyerekekkel, velük kell lenni. Milyen érzés tananyaggá válni? Nagyon boldog vagyok, örülök neki. Tudod, én csak gyerekíró vagyok. Nekem nem kell több lenni 100%-kal. Én inkább 100 különböző dologba 1%-kal legyek több, mint valaki. De úgy, hogy a gyerekeknek az érthető legyen, öröm legyen. A felnőtteknek, amit írok, nagyon-nagyon mélyen érinti a legtöbb írásom, mert különben nem jeleznének vissza messziről akárhonnan. Hát milyen kitüntetés kell? Hát igen, vagyok a magyar kultúra lovagja, kaptam a Munkácsi díjat, meg Nivó díjat, Kárpátalja, na ennek nagyon örülök, büszke vagyok. És itt a vége. Jól van az, elég az. Hova visz engem a díjak tömege? Engem az visz, mikor a felnőtt férfi jön, Katinén tetszik rám emlékezni. Hogy nyed gyermekem, Úristen, csak tudnám, hogy hívnak. De nem az számít. A kedvességük, a hozzáállásuk. Amikor elmondja, hogy mikor Kati néni játszott a babákkal, és mondta, mindenre emlékszek, amit tetszett tanítani. Hát nem ez számít? Úgyhogy gyerekíró maradnék, amíg élek. A jó Isten megengedi. Ha már az elismeréseknél tartunk, akkor épp a riport előtt büszkén mutatott nekem egy kis emléktáblát, amit a somi kisiskolásoktól kapott, fogadott nagymamaként titulálták. Igen, és nagyon meg tudnak hatni. Kegyetlenül. És jól esik. Igen, örülök annak, van Várdán is egy díjam, az is egy nagyon szép díj van, ami nemzetközi magyar nyelv és irodalom kitüntető oklevele, valami ilyesmi. Hát ezek szerint tudok magyarul, ezt szűrtem le belőle, és ennek nagyon örülök. Rengeteget kell olvasni tényleg, hogy tudjunk magyarul. Észrevettétek már, hogy a gyerekek nem tudnak beszélni? Nincsenek szavaik. És ezt mondom el neki, ha nem olvastok, nem lesz. Mert ezt sehonnan meg nem tanuljátok. Se a tévéből, se az internetről, sehonnan. Csak a könyvből. Szóba jött az öcsi titkos naplója. Igen. Hogy azt, ha nagyon komolyan vennénk, az nem is a Kati néni szellemi szüleménye. Egyáltalán. Hanem a fiájé. A fiamé, igen. És hogy nem is ez volt az egyetlen olyan inspiráció, amit kapott, hiszen még a kisunokájától is kapott inspirációkat, hát sokszor, ha jól tudom. Igen, sokszor, akkor mikor kicsi volt különösen, hogy ez a fa itt, ez a hatalmas fa, amely kisebb volt, lógatta a madárfészket, a gyerek nézte, azt mondja, van benne tojás, mondom biztosan. Nagyi, ki fog
esni, hát csak nem. Szóljál a szélnek! És ez a szójál a szélnek, ez is lett egy nagyon szép gyerekírás. Szóval rengeteg inspirációt kapok. A Öcsi titkos naplója, hát az egy fantasztikus könyv, fantasztikus, megrázó, fájdalmas, és a fiam írta naplónak, amikor hazajött a Krím-félszigetről, és gyakorlatilag nem tudott magyarul, mert annyi időt töltött el kicsi gyerekként, hogy beszélni elfelejtett. Úgyhogy nem adhattam be a magyar iskolába, ezért ment ukránba. Mondtam, édes fiam, ha a szanszkritba fogsz járni, akkor is megtanulsz magyarul írni, olvasni, mert te magyar ma az vagy, és maradsz. Megértetted? Megértette. Az olvasás ment, csak az írás volt. Veszedelmes, szörnyű. Mindegy. Írt. Írok naplót, írjál naplót. Na most képzeld el, az a gyerek, aki beszél, azt mondta nekem, hogy faragd meg a ceruzámat. Az következőképpen hangzott magyarul, ezt soha nem felejtem el. Anyu, struháld meg az olivecemet. Na, mondtam, hogy ez akkor így nem lesz, mert az a baj, tudod, aki magyar gyerek ukrán iskolába jár, soha nem lesz már igazán 100%-osan tudója magyarnak. Ez mutatja be azt, hogy mit jelent, hogy hol tanul egy adott gyerek, aki magyarnak születik, hogyan marad magyar, hogy tudja értékelni a magyar könyveket olvasni, vagy hogyan nem. Nagyon szép lett a könyv. Boldog vagyok, és nagy sikere volt. Ha már a nemzeti érzelmeknél tartunk, és a könyveknél, hát ami elindította a Kati néni pályáját, az a olyan magyar vagyok én is, mint maga még régen, azon a Vásárosnaményi novellaíró pályázaton. Hát maguk is olyan magyarok, mint én. Igen, mi még igazán megőriztük a szívünkbe is a magyarságot. Tehát nem csak be van írva a személyünkbe, hogy magyar anyanyelvű, hanem a szívünkbe vagyunk magyarok. És hát ezt nem lehet utolérni, az ilyet. Mert a Kati néni élete is úgy alakult kicsit, hogy kicsit Kisvárdán, kicsit itthol, és ez a kettős ingázás. Kettős, nagyon kettős. Néha szoktam mondani, két otthonom között végül is egy sincs, de azért, mikor itthon vagyok, ez az igazi. Én, ha meglátom a nagy hegyet, köszön nekem, akkor én már úgy érzem, itthon vagyok. Nagyon-nagyon fontos. Ez, akivel most jöttem haza, ő nevetve mondta, hogy azért, mert Kati nénit mindenki ismeri és szereti. Mondom, nem, azért, mert ide kötnek a gyökereim. A nagyapámtól kezdve az ükapámig, anyámig és én is. Én nekem ez az igazi otthonom. Én itt vagyok otthon. És a legutóbbi két novellás kötet az Ajándék hangulat és a most készülő. Igen, a most készül, még csak egyenlőre a borítója van meg, de gyönyörű színes lesz. A múló évek útján. Igen. Hát némi visszatekintés. Eszembe, igen, visszatekintek, és mindig egy-egy érdekes nüansz moment esemény úgy felmerül bennem, és akkor leülünk a Jóistennel ketten, és megírjuk, mert ő a munkatársam. Valami praktikát fiataloknak, még fiatalabbaknak, hogyan lássuk meg a csodákat? Higgyetek, higgyetek, a hiteteket soha, soha ne veszítsék, bármibe kerüljetek. Ami a legfontosabb az életbe, a szeretet. Forduljunk szeretettel egymás felé. Az annyi mindenen átsegít, olyan sok mindenen. Istenem, el nem tudom nektek mondani egy szerető szó, mit jelent, én ha kapom, vagy én ha adom. Úgyhogy ennyit tudok tanácsolni nektek, meg olvassatok sokat-sokat. Ebbe fogok úgy látszik belehalni, hogy mindenkinek a könyvet ajánlom, de csak ezt tudom tenni. Köszönöm szépen. Én is. Magyar nyelven éltem meg álmok álmait. Más népnyelvét bár tudom, csak ez boldogít. Őseim nem hagytak rám földet, birtokot. Örökségem ez a nyelv. Mit őrzök, ápolok. Vejró Katalin.
Őt hallhatták ma őszintén magáról, motivációiról, inspirációiról. A csodák megéléséről. Tanuljunk tőle. A viszontlátásra!